Nagypénteki beszédében Ferenc pápa az emberkereskedők áldozatairól és a menekültekről emlékezett meg. Elítélte a vezetőket, akik, mint mondta, páncél mögé bújtatták a szívüket, és akik politikai érdekeik szerint kihasználják a menekültek helyzetét. A katolikus egyházfő a hagyományoknak megfelelően a római Kolosseumnál végezte el a nagypénteki szertartást, ahol több ezer hívő gyertyákkal járta végig a keresztutat. Haitin is ezrek vettek részt a nagypénteki imádságon a fővárosban. Port-au-Prince püspöke szabadtéri szertartást mutatott be. A változásért mondott imát, amire szerinte nagy szüksége van az országnak. Mintegy 250 bolíviai és perui művész gyűlt össze nagypénteken a bolíviai Oruro városnál. Rendhagyó módon a homokban állítottak emléket Jézus szenvedésének. Óriási domborműveken ábrázolták a keresztre feszítést és a feltámadást.